Rendkívüli testületi üléssel kezdte a szombatot a Szadai Képviselőtestület. Alapvetően tervezési, kivitelezési és közbeszerzési kérdésekben, pályázatok ügyében kellett dönteniük. Az ülésen szóba került a Szada Nagyközség 2014 keretprogramban meghirdetett útprogram is. A testület tervei szerint ugyanis 10 éven belül a település minden útja szilárd burkolatot kap. A programot egy útkataszter felállításával szeretnék megalapozni, felmérve minden szadai utca jelenlegi állapotát és felállítva a burkolás sorrendjét. Ezért a rendkívüli ülés után a testület tagjai útbejáráson vettek részt. Onnan indultak tovább bekukkantani a tájházi nap programjába, majd délután érkeztek a kissé előrehozott majális helyszínére, a sportpályára, ahol délelőtt sportversenyek, gyermekprogramok zajlottak, estére pedig zenés produkciók szórakoztatták a közönséget. Nem hiányoztak az árusok sem, az önkormányzat pedig két hatalmas üstben mesterszakáccsal főzetett babgulyást, ami minden vendégnek járt. Nagy érdeklődést váltottak ki a veterán motorok is. Csepelek, panóniák, emcetek és Simpsonok sorakoztak a pálya szélén, de nem csak dísznek, hiszen többségük saját lábán jött ide. Amelyik pedig gyengélkedik, ahhoz jól jön a pótalkatrész. Szóval itt ért véget a testület szombati szoros programja is, ezért itt kérdeztük Vécsei László polgármestert a délelőtti rendkívüli testületi ülés pályázattal kapcsolatos napirendjéről. Az egyik ilyen nagyon fontos és szűk határidős ügy, ez a TAU pályázat keretében benyújtható sport létesítmény fejlesztési pályázati lehetőség. Ebben az ügyben a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételéről, illetve a vállalásoknak a tisztázásáról volt szó. A határidő 30-a, tehát tényleg az utolsó pillanatban vagyunk ahhoz, hogy a szükséges határozatokat meghozzuk. Ez most megtörtént. Amiről szó van, az, hogy a község ugye kinőtte már a sportlétesítményeit, tehát mindenképpen sportolás céljára is szükség lenne sportlétesítményre, és egyébként közösségi térben is nagyon szűkösen vagyunk, hiszen a falu ez közösségi terem, jó esetben 150 ember tud befogadni, és ráadásul a közoktatás fejlesztési koncepciónk is úgy szól, hogy a jelenlegi általános iskolák az alsó tagozatot tudná fogadni, középtávon 5-7 év múlva nekünk már szükségünk lenne egy külön épületre, ahol a felső tagozatot tudjuk áttenni. És hát innen jött az ötlet, hogy ha lehetőség van ebben a TAU-s pályázatban valamilyen színvonalas első osztályú sport létesítményt, egyesületet szervezni, akkor ehhez iskolafejlesztéssel párosítva esetleg a középiskola irányába is elmozdulnánk. Tehát ha egy ilyen sportakadémia jellegű intézményt tudnánk létrehozni, akkor azzal megoldanánk a sportolási lehetőségeket, az iskola mellé egy tanúszodát is tudnánk létesíteni. Felső tagozatnak az elhelyezése is megoldódhatna, és hosszú távon a középiskola felé is mozdulni tudnánk. Ez ugye a közmeghallgatáson meghirdetett Szada Nagyközség 2014-es programunknak egy nagyon fontos eleme. Ebben az ügyben az első lépést megtettük a mai napon.